A koronavírus terjedése az őszi-téli időszakban erőteljesebb lesz, több esetszámmal, több kórházi ápolással. Erre számítottak korábban a szakemberek. A jelenlegi helyzetről azonban nem ezt mondja a pécsi professzor. Azt gondolom, hogy a Covid helyzet talán nyugvó pontra került. Nem gondolom és nem mondanám azt, hogy a járvány lecsengett, hiszen még folyamatosan találunk újabb és újabb megbetegedéseket és fertőzött személyeket, de hála Isten a tünetek és a tünet együttesek azok sokkal gyengébbek, mint a kezdeti fázisban voltak. Több feltételezés, várakozás hangzott el az orvosoktól, kutatóktól, hogy milyen variánsai lehetnek a Covid vírusnak. Ezek között voltak aggasztó forgatókönyvek is, de ezek nem jellemzők a mostani helyzetre, tudtuk meg a professzortól. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy most cirkuláló variánsok nem jelentenek különösebb problémát, hála Isten az egészségügy szempontjából. Azonban egyáltalán nincs kizárva az, hogy az átoltatlan afrikai, ázsiai területekről egy újabb olyan variáns érkezik, ami a tüdőt súlyosabban vagy újra súlyosabban tudja fertőzni. Abban az esetben, hogyha ez megtörténik, és a terjedési képességét a mostani omikron variánshoz hasonlóan megtartja, akkor azt gondolom, hogy egy újabb problémával állunk szemben, de jelen pillanatban ez még szerencsére nem történt meg. Az oltásokról Jakab doktor azt mondta korábban, hogy óvaint mindenkit attól, hogy 3-4 havonta vakcinát adasson be magának. Szerinte ennek semmi értelme. Mint nyilatkozta, az első két vakcina megléte nagyon fontos volt a tűzoltáskor. A harmadik vakcina megléte rettenetesen fontos azért, hogy a járvány ne lángoljon fel újra. Szerinte elérünk majd oda, hogy évente egyszer kell majd a szezon előtt az influenzához hasonlóan egy ismétlő oltást adni, hogy az immunrendszerünket felkészítsük a védekezésre.